Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a frissen megjelent Pico 388-217-es pályaszámú RegioJet Trax MS3 típusú villanymozdonyának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek. Ilyen Trax még nem járt nálam, így ez most egy részletesebb teszt és bemutató lesz. A RegioJet magántársaság 2019-ben rendelt először 15, 2021-ben további 3, és végül 2023-ban további 13 darab Trax MS3 típusú villanymozdonyt az Alstomtól. A szokásos Pico dobozban lapul ez a modell is, kicsomagolás után gyakorlatilag egy azonnal játszható mozdonyt kapunk, mindösszesen a dekódert kell belehelyezni, amennyiben digitális üzemben használnánk, illetve hogyha egy oldali vontatásra szerelnénk át, úgy a kiválasztott oldalon a kengyeles kapcsoló kiszerelése után a kiegészítő zacskóban található féktömlőket kell a helyükre illeszteni, célszerű egy-egy csepp ragasztóval rögzíteni őket. A modellt kézbe véve először nagyon pozitív benyomásom volt. A mozdony főbb méretei helyesek, egy exakt modellel van dolgunk. A jól eltalált forma mellett itt láthatóan több és finomabb részlet került kidolgozásra, mint a gyártó Trax 2-es mozdonyainál. Nézzük is meg közelebbről ezeket. A tetőn található vezetékek és szigetelő porcelánok kidolgozása leköveti az eredetit, magán a tetőlemezen pedig megjelenítésre került a téglalap alakú domború mintázat is. Az antennák prototipikusan leképzésre kerültek, az áramszedők szépen kidolgozott filigrán darabok, azonban a két belső szedő kialakítása nem egyezik meg a modellezett mozdonyon találhatóval, mind a paletta, mind a kar eltérő formájú és kialakítású. A modellen a korai gyártású MS3-as mozdonyokon található szedők vannak, amik nem azonosak a RegioJetnek szállított mozdonyokon találhatóakkal. Az áramszedők minősége és kialakítása ennek ellenére lényegesen jobb, mint a gyártó Trax 2-es mozdonyain található szedőké. A tetőn ezek mellett található még egy szellőző rács is, ez a kaszniba öntött finom rajzolatú ezüst színű elem. A mozdony oldala letisztult, viszonylag sima, itt mindösszesen a vezetőállás környéke tartogat némi érdekességet. Az ajtók melletti kapaszkodók továbbra is a kasznival egybeöntött elemek, azonban a kis oldalsó első kapaszkodó már különálló műanyag elem. Maga a vezetőfülke szépen kidolgozott, formailag helyes, a bonyolult éves forma leképzése szerintem alapvetően jól sikerült a gyártónak. Részletek tekintetében a kapaszkodók itt már a két alsó homlokfényszóró külső oldalán található kis kapaszkodót leszámítva, különálló anyagukban színezett műanyag elemek, az ablaktörlők azonban részben a szélvédőre, részben pedig a homlokfalra vannak öntve, hasonlóan ahogy a gyártó Trax 2-es vagy Vectronjai esetében. Pozitívum azonban, hogy a szélvédő széleire itt már tamponozással felkerült az ezüst színű kis keret. A melgerendán fixen ráöntött elem a csavarkapocs imitáció, a teljes féktömlők viszont szerencsére már külön utólag felhelyezhető elemek. A pályakotró fix, külön áttört elemet nem kapunk, azonban a mozdonyon lévő kotró kialakítása olyan, hogy nem akadályozza a kapcsoló szerkezet mozgását. A mozdony aljára rátérve a forgóvázak átlagos kidolgozásúak, a maszkok egybeöntött anyagukban színezett elemek, külön utólag felszerelt kis kiegészítőket nem tartalmaznak. A kerekek oldalai itt viszont már martak, a féktárcsa imitáció térbeli kialakítású és tamponozott felületű. A vezetőállás feljáró lépcsői a főkerettel egybe vannak öntve, a forgóváz maszkok kialakítása miatt itt nem volt szükség a lépcsők csonkolására vagy a forgóvázra helyezésére. Középen alul megtaláljuk a trafóházat és a körülötte elhelyezkedő berendezéseket is, amik mind anyagukban színezett egyszínű fekete műanyagok. A mozdony festése a gyártótól megszokott minőségű, szépen eltalált fő színekkel, éles és pontos maszkolásokkal. A feliratozás is első osztályú, minden piktogram felirat éles és olvasható, a vasúttársaság logója és a betűtípus megfelelő, a vezetőállás feljáró lépcsőinek is tamponozott az oldala, azonban például az alvázberendezésekre és a forgóvázakra nem kerültek fel a megfelelő feliratok. Funkciók tekintetében van menetirány szerinti világítás, kapcsolható zárfények és kapcsolható vezetőfülke világítás.
A mozdonykaszniát, azaz rögzítő csavarok kicsavarása után tudjuk leemelni a mozdonysúlyról. Bent Plexus 2-es dekóder foglalattal ellátott nyáklap található, a nagyméretű a Trax 2-esével rokonságot ápoló súly öntvény tetején. A jelölt helyre beépíthető egy kondenzátor a kisebb áramszedési zavarok kiszűrése céljából. A nyáklap alatt található a lendítőkerékkel ellátott motor, ami kardánokon és csigán keresztül hajtja a forgóvázakban elhelyezett kerékpárokat. Mind a négy tengely hajtott, egy-egy tengely oldalanként egy tapadó gyűrűvel van ellátva. A mozdony futása szép, a lassú menet egyenletes, és már a legkisebb sebességen is kellő vonóereje van a mozdonynak. A futás sima, a kerekek centrikusak, nem ütnek, a menetellenállás minimális, ahogy az áramfelvétel is. Fél sebességen, 6 kocsival sík pályán 150 mA körüli értékeket mértem, de teljes sebességen sem kúszott sokkal 250 mA fölé a mozdony áramfelvétele, és még 3%-os emelkedőn is 300 mA környékén maradt. A mozdony rendelkezik rövid kapcsoló kinematikával, ez szépen teszi a dolgát, egyenesben összehúzza az ütközőket, ívekben pedig eltartja őket, még tolt üzemmódban is. A legkisebb bejárható ívsugár 358 mm, ilyen íven kipróbálva az volt a tapasztalatom, hogy még rövid kapcsolóval is biztosan üzemeltethető a mozdony. Siklásra, ütközők összeakadására egyáltalán nem hajlamos. A modell összeszerelési minősége a gyártótól megszokott színvonalú. A nálam járt gépen nem tapasztaltam semmilyen komolyabb gondot. Felhasználhatóság terén, hazai vonatkozásban elsősorban most tehervonatok érén lehet bevetni a mozdonyt, ugyanis a mozdonyokból a tulajdonos RegioJet különböző magántársaságoknak is bérbe ad, akár rövidebb időszakra, ezek pedig hazánkban is használják ezt a mozdonytípust. A videó készítése kora típussal hazánkban még nem lehet találkozni a tulajdonos RegioJet személyvonatai élén. Amennyiben eltekintünk a hazai témától, úgy természetesen bátran használhatjuk sárga RegioJet szerelvény élén is a vontató járművet, hiszen mind a cseh belföldi, mind a szlovákiai viszonylatokon használja ezeket a mozdonyokat a RegioJet személyvonatok továbbítására. A modell ára jelenleg 72 000 forint körül alakul, ezért egy a gyártó Trax 2-es mozdonyánál részletesebb kidolgozású, ám bizonyos téren továbbra is kompromisszumos modellt kapunk. A külcsint érintő pontatlanságokat azonban ellensúlyozhatja a jármű jól sikerült és megbízható hajtása, és a Trax 2-eshez képest bővült funkciói, valamint az ára. A videóban bemutatott modellt a bemutató erejéig kaptam kölcsönbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!